Üdvözlök mindenkit a klubba. Ebben a videóban megmutatom, hogy hogy kell ebédet készíteni. Megfogod a konzervet. Az egy a villa. Kinyisd vele. Utána szépen meghúzod. Főleg, ha jó erőben vagy. Ha már annyira éhes vagy, hogy már nincs erőd, akkor csak félig kell nyitni. Belöntöd a tálba, de kotlába is lehet fogyasztani, tehát az már mindegy. Utána spóroljunk a kanállal, amivel szedtük, abban fogjuk önni is. Ezt oda rakjuk félre, berakjuk a mikróba, nyomunk 2-30 percet rá. Na most, még ezt várunk vele, addig el lehet beszélgetni sok mindenről. De én most ezt nem fogom megtenni. És akkor szépen melegszik. Addig csinálhatsz mellé egy finom kávét. De én majd ezt utána fogom megcsinálni. Hideg is van itt, ugye, mert mondjuk zokniba vagyok, úgyhogy nem tudom, mi van itt hideg. Na mindegy. A lényeg, hogy így kell, ez egy ilyen rövid konyha videó. Látod, azt írja, hogy mindjárt kész is, már letelt egy perc. Egy perc már letelt. Addig megtörheted hozzá a kesadiót. Meg van törve a kesadió. Kellőképpen lehet vele ízesíteni, van hozzá szedőkanálka. Kettő is. Látod? Most már csak egy. Itt van a kis kakas. Elhagyta a gyémántját. Vagy miért? Ja, már meg is találtam, mert addig kapirgált, hogy megtalálta a gyémántot. Itt vannak ugye a fűszerek. Mindenki látja. Mármint, hogy onnan fentről nem hiszem, de majd láttam már szerintem. Milyen jó idő van kint, gyerekek. Olyan ködös az idő, komolyan, hogy ilyen ködös. Egyébként most raktam ezt föl. Mármint, hogy ide a föl, érted, a kamerát fölrakom, jön. Jön a sugár. Igen, mert ezt még nem próbáltam, ezt a kamera beállítás módszert, mert ez még úgy nem, na, érted. Bár egészen lehet hallani a jó hallásodnak, ha van füled, akkor lehet hallani, hogy már elég jó állapotban van a rendszer. Na most, hogy ne égess szét magad, fogsz egy ilyet, ezt úgy hívják, hogy konyharuha. Így. Zups, megfogtad, igaz? Jó. Becsukod. Kanálkádat szépen így összevágod, összekevered, sűzed. Tessék, és már kész is a székely káposzta. Nem is kellett semmit csinálni vele. Na most ugye valaki ezt a szobába szeretné megenni, akkor nincs semmi baj. Mindössze fogsz egy hangedlit, így rárakod. Így. Kamerát megpróbálod úgy levenni, hogy ne essen szét a rendszer. És akkor szépen együtt bevisszük. Így a hangellid ne legyen olyan. Mert ugye valaki szobába szereti enni a szobába. Így. És aztán jó étvágyat kívánunk. Egyre jobb kameraállást találok. Közben itt kifutott a tej. Egyre jobb kamerabeállást találok. Nem is tudom, mennyire látszok. Tényleg olyan helyekre raknak fel titeket, ahol még a
Pók se járt. Ahol még a pókember se járt. Jó, Istenem. Na. Ugye. Ezt azért csak berakom ezt a videót ugye a főzöcskésbe. Mert ugye hát ez lenne a vége, a kávés befejezés, hogy én kávézok. Na csokit eszek, meg közben mindjárt elmegy a buszon, mert rohanok. Hát ezt már nem érem. Akkor megyek a 15 órásival, vagy nem tudom, mert ezt még gyorsan megiszom. Akkor azt nem rakom föl ezt a vizét, hanem majd. Majd valamikor ezt meg fogom oldani. Hát de azt szórakozzá, hát nem hiszem el. Jó. Átok sújtja beléd, nézd meg, hát leittam magam. Vagy leittam? Lefröcsköltem a listát. Jó, van, ezt legalább fölvettem. Főleg, ha látszik valami, mert életemben nem jártam ott fent, ahol most ti vagytok. Nem jó, mert vagy oda szoktam rakni, vagy oda. Azért kéne egy operatőr, most már komolyan keresek egy operatőrt. Majd fogok ilyen robotot venni, berakom a kezébe, és akkor én irányítom ilyen távirányítóval a robotot. Lehet. Ilyenkor mondanák az okosok, hogy egyszerűbb lenne a kamera állvány. Nye. Jó, Istenem. Azt ad bele. Kamera állvány. Mi a faszok? Minek? Fölidegesítettem magamat. Még a végén lehet, hogy kihányom a buszon a kávét, mert fölidegesítettem magamat, azt most rohanok miattatok, hogy igyam meg minél hamarabb, mert még busz is elmegy. Ti miattatok van az egész. Nem igaz. Nem lehet nyugalomba kávézni. Mindig bekek, hogy kapcsolva legyen ez a kamera. Egy csokis se ehetek egymagam. Azt is látni kell. Ma ott, ott megy a buszom. Na jó van. Fül a nyugodtság. Nincs baj. Hogy traktálak föl titeket. Itt a kamera állvány, tessék. Mit áttartom? Megfelel! Gyere! Csak lazán. Kapcsolok a régi tévét távirányítóval. Meg fölnyitlak Drekóval, mert úgy hívják, hogy Drekó. Drekó. Bort tudok vele nyitni. És akkor rákezd így fogadni, és akkor ki lehet húzni belőle a dugót. Ebben meg a üdítőt. Na jó van. Megnézem itt még, mit írnak a buszmenetrendbe. Ugye, amikor közben... Bazd meg, elestem. Remélem nem látta a kamera. Úgyhogy kikapcsolom a tévét is.
ha bekapcsoljuk a gépet. Mármint csak le van csukva, szóval... Szóval érted, hogy tiszta csoki a fogam, fogadjunk a tiszta csoki. Nem tetszik, ne nézz oda. Na! Jó, bocs, tényleg bocsánatot kérek mindenkitől, mert... Fölvasztam magam. Rendesen. Hát igen, mert ilyen az, amikor most már ti is látjátok, hogy ideges vagyok. Nem mindig vagyok ilyen tök nyugodt, laza gyerek. Tiszta idegbeteg az életem. Hát nem hiszem el. Kapcsoljál már be az Istenit ma neki. Na, nyugodt vagyok, nyugi már. Na, nincsen semmi baj. Nincs, régvilágon semmi baj nincs. Csak direkt a 14 óra 50-esre akartam menni. Mondtam, hogy gyorsan belefér egy kávé, gyorsan földözök, de nem, mert bekapcsolom a kamerát, és beszélek a kamerába. Na jó, tévéműsor, milyen tévéműsor, ne idegesíts már, hogy hívják ezt? Szeged menetrend. Rend. Na. Egyből, mit ad ki? Az én videóimat. Azt hitted mi? Menjek a 90-essel? Mit szóltok hozzá? 15 óra 20-kor, meg 50-kor van. 90 FPS, meg izé. 15 órakor van. Jó, akkor abban megyek. Jó van, akkor még van 10 percem. Na, sziasztok!